Te is belefáradtál már a mozogjál rendszeresen és egy egészségesen tanácsokba? Akkor csatlakozz hozzám és menjünk egy olyan küldetésre együtt, ahol felfedezzük azt, hogy hogyan élhetnénk örökké. Tehát dőj hátra és élvezd az utazást, mert ebben a videóban remélhetőleg megtaláljuk az örökké valóságnak a kulcsát. Még mielőtt ezt a videót elkészítettem, rengeteget gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne amúgy örökké élni, és hogy milyen sok minden élményt lehetne szerezni, és hogy mennyi minden lehetőséget kinyitna. Aztán ahogy haladtam előre az időbe, ez egy picit megváltozott. De menjünk először nézzük meg, hogy hogyan lehet örökké élni. Rengeteg fajta kutatás van mostanában, és főleg angol cikkeket olvastam, ezért ne haragudjatok, hogyha egy-egy angol szó is megy ebbe a videóba, belecsúszik ebbe a videóba. De vannak olyan szakmai szavak, amiket egyszerűen nem tudok magyarra lefordítani. Az első ilyen kutatás az nem más, mint a génmanipuláció. Ami annyit tesz igazából, hogy azokat a géneket megváltoztatják, vagy manipulálják, ami az öregedésért felelős. Vannak ilyen nagyon fejlett eszközök is már, mint ez a CRISPR-CAS9, ami annyit tud, hogy amennyit tud, hogy megváltoztatja azokat a géneket, amik tényleg az öregedésért felelősek elvileg. Mivel megváltoztatja ezeket a géneket, azért azt feltételezik, hogy ki tudja nyújtani az embernek az életciklusát, és hosszabb életet tud élni valaki. A második az terápia, ami annyit tud, hogy a már sérült őssejteket megjavítja, vagy éppen újra generálja a te testedbe. Hozzáteszem, nem vagyok biológus, és fogalmam sincs, hogy ezek hogy működnek, szimplán csak végigolvastam ezt a rengeteg biológiai cikket, meg tanulmányt, és azokból szedtem össze ezt, ezt a videót hősei terápia elvileg abban is segíthet, hogyha vannak valamilyen sérült, vagy éppen fertőzött sejtek a te testedben, azokat is ki tudja cserélni, vagy éppen újra generál ilyen sejteket. Például egy szívinfarktusnál is tud segíteni, hogy ott a szívednél azokat a sejteket újra generálja. Ezzel a kis sejtcserével a tudósok azt gondolják, hogy lelassíthatják, de akár még vissza is fordíthatják az öregedést. És az a durva, hogy a klinikai teszteknél, a korai klinikai teszteknél egész jó eredményeket hozott. A következő amiről magyarul sem tudtam, hogy ez mit jelenti, ez a szenolitikumok. Elvileg a fekete teába, meg a kvercetin, meg ilyesmikben vannak benne. Nem tudom, hogy mit jelent ez, vagy hogy minek az összefoglalója. De igazából annyit tud ez is, hogy azokat a sejteket, amik nem jól működnek, vagy éppen már sérültek, azokat így kiszedi a testedből, és kicseréli, vagy megjavítja ezeket. Ami, aminek az az eredmény, hogy jóval egészségesebb tudsz lenni, és mivel egészségesebb vagy, jóval hosszabb ideig is tudsz élni. Szintán azért, mert ezek a rossz vagy fertőző fertőző sejtek nincsnek a testedben. A negyedik pedig egy ilyen szép kifejezés, aminek az a neve, hogy krionika, ami annyit tesz igazából, hogy lefagyasztják a te testedet. Erre van egy jó szó, csak most hirtelen nem jut eszembe. Mi ez a szó, bazzeg? Ez filmekben is szokott lenni aminek a magyar megfelelője talán a hibernál szó. Tehát úgy is meg lehet egy embernek az életét hosszabbítani, tehát vannak ilyen elméletek, hogy hibernálják saját magukat, és bíznak abban, hogy a későbbiekben már olyan fejlett lesz a tudomány, hogy kiolvasznak őket, és addigra már vannak olyan szerek, amikkel tényleg örök ki lehet élni. Na de menjünk tovább! Vannak ennél bőven egyszerűbb módok, amikkel jóval ki lehet tolni az embernek az élethosszát, és nem ennyire bonyolultak. Az egyik a kalória csökkentés, ami annyit tesz, hogy úgy csökkentjük a kalóriánkat, hogy be a kellő tápanyagokat bevisszük a szervezetünkbe. Ez már rengeteg állatnál bizonyított volt. Tehát állatokon tesztelték ezt, és nekik megnőtt az életciklusuk. Embereken még nem próbálták. A következő ez a fasting vagy intermittent fasting. Ezt már annó én is csináltam, ez igazából annyit jelent, hogy megvan egy bizonyos időciklus, amiközben ászál. Ez lehet 8 óra, 10 óra, 12 óra, bármennyi. Nekem, amikor ezt én csináltam, akkor egy 10 órás ciklusom volt, ami azt jelenti, hogy 8-kor kezdtem el enni, és 18-ig ettem. Tehát 8-tól este 6-ig bármennyit szinte, viszont utána este attól egészen reggel 8 semmit nem ne Ez annyit tesz igazából, hogy a testednek ad egy lehetőséget arra, hogy regenerálja magát, hogy felépüljön, egy kicsit így megnyugodjon. Én megmondom őszintén, hogy sokkal energikusabbnak éreztem magamat, viszont nagyon nehéz volt ráállnom. Tehát azért nagyon nehéz volt ráállni, hogy abba az időciklusba egyek, de utána ne. Viszont amikor tartottam, akkor jóval több energiám volt. És a tudósok azt gondolják, hogy akik ezt tartják, azoknak emiatt kicsit hosszabb lehet az életciklusuk is. A következő az az, hogy hogyha kiteszed a testet, extrém körülményeknek, ilyen lehet a nagyon hideg, például a Wim Hof method, arról van egy könyv is, eszméletlenül jó szerintem, és akik elolvasták az egészet, azok is azt mondták, hogy egy zseniális könyv. A magasan, tehát hogyha valaki magasan él, például a Himaláján az emberek, a serpák, azt hiszem, akik hozzák a dolgokat mögötted, nagyon sokáig élnek, mert magasan, a magas levegő az, nem tudom, jót tesz a testnek. Nem tudom, kevesebb benne az oxigén talán, meg még valami, és emiatt elvileg segít abban, hogy tovább éljen valaki. A következő, ami nagyon érdekes, az az, hogyha az emberek ilyen anti aging szereket használnak, tehát ez az öregedés elleni krémek, stb. De nem a krémek magukban, amik segítenek, hanem inkább a placebo, amit azért gondolunk, hogy hát ha én ezt magamra kenem, akkor kevésbé fog öregedni. És elvileg a placebo tényleg hat, és erről is készültek már tanulmányok, ezeket is belinkeljük ide lent nektek. És végül az ötödik, ami, ami tényleg így van, és ezt szerintem nagyon sokan hallottak már róla, és használják is, és ez, hogy kevesebb stressz, folyamatos edzés, rendszeres, változatos étkezés. Ezek azok, ami segítenek abban, hogy egy ember élete hosszabb Ideig tartson. Nézzük meg az etikai kérdését annak, hogyha valaki örökké élne. Az egyik jó tényező, hogyha valaki örökké élne, hogy produktívabb tudna lenni, több élményt tudna szerezni, kreatívabb lehetne, és valószínűleg nagyobb esélye lenne, hogy megvalósítsa a céljait és álmait. De nagyon sok árnyoldala is van annak, hogy valaki örökké él. Például fájjon az a kérdés, hogy kik azok, akik hozzájuthatnának ahhoz, hogy örökké éljenek. Lehet, hogy csak egy bizonyos közösség juthatna hozzá ahhoz, hogy örökké éljen. Emiatt pedig nagyon-nagyon kinyílna az olló az egyenlőtlenségbe a világon ami most is van, például, ha megnézed, hogy mi hogyan élünk, meg mondjuk Közép-Afrikában hogyan élnek. De hogyha még az örök élet is így lenne, akkor ez az nagyon durván kinyílna. A következő negatív tényező, ez pedig az, hogy túl overpopulation, ez angol, hogy van. Am pedig azt eredményez, hogy túl népesedés lenne a Földön. Tehát nem tudom ezt, hogy meddig, mennyi ember élhetne a Földön, hogy még a Föld bolygó elbírja ezt, de már szerintem közel vagyunk amúgy a határokhoz. És van egy olyan tanulmány, és azt hiszem, hogy eddig az egész minden valóságban kb. 100 milliárd ember él aki élt és már meghalt. És gondolj bele, hogy ha 108 milliárd ember érne most a Földön, akkor ez a Föld bolygó már egy fixen nem bírná az egészet, a 100%. Úgyhogy ez is egy nagyon negatív hatásra lehetne. És a következő pedig inkább egy filozófiai vagy etikai kérdés, hogy ha örökké élnénk, akkor teljesen megváltozna a mi viszonyunk az élettel és a halállal és a létezéssel is. És így nem nagyon tudnánk ezt így meghatározni, hogy akkor ez most tényleg hogy is van. Felborulnának a vallások is, stb. Úgyhogy az örökké valóságnak több negatívuma van, mint pozitívuma legalábbis amit én találtam az alatt a kutatás alatt. És az érdekesség az, hogy mire a végére jutottam ennek az egész kutatásnak, rá is jöttem arra, hogy nem feltétlenül akarok én örökké élni. Szimplán csak azt akarom, hogy kicsit tovább éljek, hogy több élményt tudjak szerezni, és hogy több időm legyen megvalósítani a céljaimat. Amit már most be tudok építeni a mindennapjaimba, hogy ezt elősegítsem, az a hideg az edzés és a helyes étkezés, és esetleg ez az intermittent fasting. Ha szeretnél ilyen témában olvasni, akkor három könyvet hoztam neked, és most egy disclaimer, ezek nincsenek benne a könyvklubban, viszont szeretném, hogyha hamarosan benne Lennének. The Longevity Project Howard S. friedman -től. The Selfish Gene Richard dawkins tól és az Ageless Michel royzen -től. Ez a három könyv, amit ebben a témában találtam, és azt mondták, hogy a top-top-top könyvek, úgyhogy ezeket ajánlom neked is. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj egy követést, vagy iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!